A mai videóban az LDL koleszterinnel kapcsolatos fontos tudnivalókról lesz szó, illetve olyan kiegészítő ételekről, amelyek segítenek csökkenteni a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Üdvözöllek itt Újhelyi Szabolcs Zoárt! Az első lépésben egyszerűen és érthetően nézzük meg az LDL és a koleszterin hogyan is működik a testünkben. A lipideket, vagy leegyszerűsítve a zsírokat, a testünkben a lipoproteinek szállítják. A nevükben azért van ott a protein, tehát a fehérje szó, mert a zsírok egy fehérje burokban vannak bezárva, azért, mert ahogy az olaj a vízzel lehezen vagy egyáltalán nem tud elegyedni, úgy a zsír sem tud a vérünkkel vegyülni, tehát egyfajta burokba kell őket zárni azért, hogy a vérkeringés segítségével el tudjanak jutni a testünk különböző részeibe. A lipoproteinek előállításában és ennek az egész folyamatnak a működésében elsősorban a májunknak van a legnagyobb szerepe a testünkben. A lipoproteineknek, tehát ezeknek a zsírszállító csomagoknak többféle típusa van, attól függően, hogy milyen arányban vannak benne a különböző zsírfélék. A koleszterin, triglicerid, azaz a semleges zsír és a fehérjék. Tehát többfajta lipoprotein létezik, mint például a VLDL, ILDL, az LDL és a HDL. Az LDL és a HDL nem maga a koleszterin, hanem csak adott arányban zsírféléket, koleszterint és fehérjéket tartalmazó lipoprotein. Például az LDL-nek a 26% a koleszterin, 10% a triglicerid, 25% a fehérje és 15%-ban egyéb zsírokat tartalmaz. Az LDL neve egyébként az angol low density lipoprotein szavak kezdőbetűiből ered, azaz alacsony sűrűségű lipoprotein az előbb felsorolt összetétele miatt. A VLDL, amelyből az LDL jön létre, nagyobb arányban tartalmaz triglicerideket, kb. 70%-a triglicerid, és a többi összetevőből pedig ugye kevesebb van benne. A lipoproteinek egyébként a zsírban oldódó vitaminokat is szállítják a sejtekhez, tehát az A, D, E és K vitamin. Úgy képzeljük el a lipoproteinek működését, mint egy gyárat, ahol a zsírok és a koleszterin azok a különböző alkatrészek, amelyeket el kell vinni adott helyre az üzemben, ahol felhasználják, átalakítják, összeszerelik, lebontják őket, majd az új alkatrészt át kell szállítani máshova. Ha a vérképetben magas LDL szintet mutatnak ki, az még egyáltalán nem jelenti azt, hogy nagy gondok vannak a testedben, inkább csak azt jelzi, hogy az erekben van valahol gyulladás, probléma, amit javítani kell. Ugyanis az LDL egy részét a testünk az ereknél jelentkező gyulladások által okozott hibák javításához használja, például, hogy az ér ne szakadjon át. Az LDL-t az orvostudomány korábban azért határozta meg rossznak, mert az eltömődött ereknél az LDL van jelen nagy arányban, logikusan, mert ott kell a hibákat javítania, ott van feladata az LDL-nek, így úgy gondolták, hogy ő okozza ezeket az érrendszeri problémákat, amelyek az erek megvastagodásához, magas vérnyomáshoz, sztrókhoz vezetnek. Tehát az LDL-t a testünk azért szállítja az érfalakhoz, hogy kijavítsa a gyulladások a következtében ott jelentkező hibákat. Az LDL csak akkor válik problémássá, ha oxidálódik. Az oxidációért pedig elsősorban az inzulin rezisztencia a felelős, amelynek hátterében két fő tényező áll, a hosszú távon fennálló túl sok felszívódó szénhidrátbevitel, illetve a napi sokszori étkezés. Az inzulin rezisztencia nem más, mint a testünk védekező mechanizmusa a túl sok cukorra, túl sok szénhidráttal szemben. Erről beszéltem korábban több videóban is. Minél többször étkezünk a nap során, bármi is legyen az folyamatosan inzulin választ okoz a testben, tehát megemelkedik az inzulin szint, így hosszú távon az inzulin rezisztencia lehetősége is. Más szóval az élelmeszesedés és az ennek következtében kialakul olyan problémák, mint a magas vérnyomás, vagy az erek elzáródása, és végül agyvérzés, vagy infarktus, azért alakul ki, mert túl sok cukrot, gabonafélét, édességet, burgonyát, fehérrist, magas szénhidráttartalmú ételeket és italokat fogyasztunk, és ezeket naponta sokszor, folyamatosan. Nézzük most meg 6 olyan fontos lépést, amelyek nagy mértékben segíthetnek abban, hogy a különböző szív- és érrendszeri problémákat, betegségeknek az esélyeit csökkentsük. Az első lépés az
ezekből következik, ha normalizálni akarjuk az inzulin szintünket, és ezzel csökkenteni a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, csökkentsük le a napi étkezéseink számát először 2-re, vagy majd utána 1-re. Az étkezések között ne lassítsunk, és csak alacsony szénhidrát tartalmú italokat igyunk. Ilyenek például a víz, a limonádé stéviával, a húslevesli, gyógyteák, zöld tea, mate tea, a szüretlen almaecet, a kókuszvíz, a nem édesített mandulatej, és akár a napi egy kávé. A túl sok kávé azért nem feltétlenül jó, mert a kávéban lévő koffein fokozza a kortizol termelődését, ami pedig az izmokban eltárolt cukrot szabadítja fel, melynek következtében az inzulin szint meg fog emelkedni. Tehát amikor kávézunk, az olyan, mintha étkeztünk volna, mintha ettünk volna. A második lényeges lépés, hogy a táplálkozásunkban megemeljük a zöld színű zöldségek, a zöld színű kiegészítő ételek arányát, ilyenek a brokkoli, leveleskel, kelbimbó, káposzta, salátafélék, a rukkola és mások. A természetes zöld ételek a legjobb vértisztítók, növelik a nitrogénoxid szintet, mely nyugtatólag hat az erekre, magas kálium és magnézium tartalmúak, mely anyagoknak ugye vérnyomás csökkentő hatása van. A bennük lévő polifenol vegyületek, antioxidánsok pedig hatékonyan csökkentik a gyulladásokat az ereinkben. Segíthetnek a zöldek pótlásában a búzafül és a mikroalgák is. Itt ajánlanám figyelmetbe a webshopomból a spirulina és a chlorella algákat, illetve az Immunex algakomplexet, mely 5 alga koncentrált erejét tartalmazza. A harmadik lényeges lépés a rendszeres mozgás, edzés, futás, úszás, főként a kardioedzések, a szívet megdolgoztató mozgásformák a jók. Amikor mozgunk, leegyszerűsítve az történik, hogy a cukor, a szénhidrátok gyorsabban használódnak fel a testünkben, aminek az lesz a következménye, hogy javul az inzulin hasznosulási képessége, a működése, csökken az inzulin rezisztencia. Ha valaki nem mozog rendszeresen hetente többször, az első 3-4 hétben tudatosan kell ezt végezni, oda kell figyelni, hogy később a mindennapi rutinunk részévé váljon. Miután lefutottál vagy leúsztál egy 20-30 percet, figyeld meg az ezt követő órákban, hogy a testedben milyen változások történnek, érezd át, hogy mennyire felfrissített az egész, így hétről hétre tudatosíthatod magadban, hogy ez mennyire jó, tehát egy idő után már egyszerűen akarni fogod ugye a testmozgást. A negyedik lépésben fontos megemelni a polifenolok, a flavonoidok, antioxidánsok mennyiségét is a táplálkozásunkban, bogyós gyümölcsök, mint málna, szeder, áfonya, ribizli, fekete bodza, a szőlőmagörlemény, zöld tea, virágpor, gránátalma, naponta minél többet tudatosan bevinni belőlük. A polifenolok elősegítik a jobb inzulin válaszokat, hatékony gyulladáscsökkentők, csökkentik az inzulin rezisztenciát, fokozzák az erek rugalmasságát és javítanak a máj működésén is. Mert azért is fontos, mert ahogy említettem az elején, a lipoproteinek működésében elsősorban a máj játsza a legfontosabb szerepet. Az ötödik lépésben 7 hatóanyagot, ásványanyagot, gyógynövényt említenék meg, amelyek beviteléről érdemes gondoskodni az inzulin rezisztencia csökkentéséhez, illetve a következtében kialakuló szív- és érrendszeri problémák megelőzéséhez. Az első a magnézium, melyből olyan készítményt érdemes szedni, amely többfajta kötésű magnéziumot is tartalmaz, tehát van benne például magnézium citrát, magnézium oxid és mások. A második a fahéj kivonata, mely csökkenti az inzulin rezisztenciát, az LDL koleszterin szintet, a gyulladásokat a testünkben. A harmadik a szüretlen almaecet, mely javít az emésztés hatásfokán, lassítja a szénhidrátok felszívódását, javít az inzulin érzékenységen és a máj funkciókon. A negyedik az ALA, az alfa-liponsav, mely növeli a hasnyálmirigy béta sejtjeinek védelmét, illetve egyfajta inzulin helyettesítő vegyületként is működik, tehát a szedésével csökkenthető például a cukorbetegeknek az külső inzulin szükséglet. Az ötödik a króm, mely javítja az inzulin válaszokat, csökkenti az oxidatív stresszt és a gyulladásokat. A hatodik a berberin, melyből érdemes jó minőségű kivonatot keresni. A berberin serkenti a glükóz felvételét a sejtekben,
javítja az inzulin érzékenységet, csökkenti a máj glükóztermelését, lassítja a szabad zsírsavaknak a felszabadulását, serkenti a zsírégetést a mitokondriumokban, illetve serkenti a nitrogénoxid felszabadulását is, mely vegyület, ahogy említettem, nyugtatólag hat az artériákra. A hetedik pedig az inositol, mely csökkenti a magas vérnyomást, az inzulin rezisztenciát, az inzulin mennyiségét a vérben, illetve a vércukorszintet. Bízom benne, hogy érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha tetszett a videó, ne fogd vissza magadhoz meg másokkal, e-mailben, Instagramon, Facebookon, Messengeren, Skype-on, ha tudják meg minél többen az igazságot, hiszen évtizedeken keresztül rengeteg embert teljes tévhitben tartottak a koleszterinnel kapcsolatban. Ha szeretnél értesítést kapni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem vagy feliratkozva. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!